Jó estét kívánok! Nem tudom, hogy mennyire unják már a járvánnyal kapcsolatos beszélgetéseimet, de az az én érdekem legalábbis, hogy az összes információt, amit csak lehet, söpörjünk be, és próbáljunk valahogy bánni vele. Most azért kértem ide az immunológusnőt, Ryszijevics Juliannát, hogy beszéljük meg azt, hogy ez a harmadik fázisa a járványnak, vagy a második fázisa, nem mintha ennek lenne valami nagy jelentősége, de hogy megint emelkedik a fertőzötteknek a száma, és hogy vajon azért emelkedik-e a fertőzötteknek a száma, mert hogy ezek a bizonyos Angliából jövő vírusmutációk, vagy nagy isten a dél-afrikaiak, azok kezdenek el garázdálkodni bennünk. Jó estét kívánok! Valószínű, hogy ezek a mutációk fertőznek jobban, mivel kimutatták, hogy mind az angliai, mind a brazil, mind a dél-afrikai mutációk kb. 50-60-70%-kal jobban terjed és fertőz, mint az előző. Tehát a probléma az, hogyha ide bekerülnek, és biztos, hogy már bekerültek, akkor ezek az új mutációk át fogják venni a terepet, és gyakorlatilag kiszorítják az előző koronavírus törzset. Tehát nyilván ez egy egyszerű matek, hogy amelyik vírus gyorsabban terjed, az fogja átvenni a szerepet. Az egyetlen fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a meglévő oltások jók-e ezekre a módosított törzsekre? Még nincsenek egyértelmű tudományos adatok, tehát úgy néz ki, hogy az angol koronavírus variáns ellen a jelenlegi oltások hatásosak. És úgy néz ki, hogy a brazil és a dél-afrikai mutánsok ellen viszont kevésbé vagy egyáltalán nem hatásosak. De jó hír. De azért leszeretném szögezni, hogy csak előzetes tudományos adatok vannak erre. Biztos adatot majd akkor fogunk látni, hogyha már elég ember be lesz oltva, és akkor fogjuk látni, hogy valóban az oltás mennyire hatásos. És ha mégis megkapják a brazilt, vagy a dél-afrikait, akkor kevésé. A vélelem, amire alapozzák ezt a feltételezést, hogy kevésbé, az micsoda, és nem annyit jelent, hogy már gőzerővel dolgoznak azon, mert én azt szeretném hinni optimistaként, hogy amikor egy szakember azt mondja, hogy feltehetőleg arra nem, hogy akkor már elkezdtek a laboratóriumokban teljes erőbedobással dolgozni azon, hogy a módosított vírus módosított vakcinát eredményezzen. Igen. Tehát mik a jelenlegi tudományos eredmények? Az egyik az, hogy az AstraZeneca-nak ugye kijött egy előzetes vizsgálata, hogy a dél-afrikai embereken végzett klinikai vizsgálatok alapján nem volt hatásos a vakcina. Na most azt tudni kell, hogy a jelenlegi vakcinák mindegyiknek ugyanaz a hatóanyaga. Mindegyiknek a kínai Wuhan típusú vírus tüskefehérje a hatóanyaga. Tehát valószínű, hogy ha az AstraZeneca ezt találta, akkor a többi vakcinával is ezt fogjuk találni. De ez csak nagyon előzetes adat. Sokkal aggasztóbb adat viszont, ami Brazíliában történt, Manausba. Manaus az Amazonas közepén egy elég elszigetelt város, fiatal lakossággal, körülbelül 4 millió lakossággal. Rajtuk átment a vírus május-júniusban, és gyakorlatilag arról lett híres Manaus, hogy valószínű, hogy ott már megvan a nyáj immunitás, mert olyan 70%-os fertőzöttség volt. És azt gondoltam mindenki ott Manausban, hogy el van intézve, itt, mi már itt átestünk. És most megint megteltek a kórházak, rengeteg beteg, rengeteg halott van, és jött a mutáns vírus, és úgy néz ki, hogy akin átment ugye előtte, az nincs megvédve
az eredeti vírussal, a új mutáció ellen. Tehát ez engem sokkal jobban aggaszt, mint egy előzetes vakcina eredmény, amit még interpretálni is nehéz, mert relatív kicsi populáción vizsgálták. Természetesen mi van a vakcinákkal? Természetesen a tudósok nem lusták, és egészen biztos, hogy megvan a vakcina az új mutáns törzs ellen. Itt nem az a kérdés, hogy most a laboratóriumban megvan, vagy nincs meg, mert kicserélni a régit egy új mutánssal nem olyan nagyon bonyolult. A probléma az átállás. Tehát átállni egy új hasonló vakcinagyártásra, az azt jelenti, hogy kipucolni az előzőt, validálni minden gyártási lépést, és elkezdeni gyártani az újat, minőségi ellenőrzés, stb. Stb. Normálisan hónapokig tart egy ilyen átállás. Én ugye ilyen nagy üzemben, amikor milliós nagyságrendet kell előállítani biztonságosan, gondolom, hogy nem megy napok alatt, tehát én gondolom, hogy minimum egy pár hét kell ahhoz, még ha mindenki nagyon gyorsan dolgozik, hogy átálljon. Akkor mit jelent ez nekünk, ugye, hogy egy hónapig nem lesz vakcina, se új, se régi, minimum egy hónapig. Szóval nem az a probléma, hogy az tudósok nem tudnak gyorsan az új mutáns ellen egy vakcinát összeállítani, hanem az a probléma, hogy azt le kell gyártani, le kell ellenőrizni, és megint ugye az futunk a vírus után. Tehát közben a vírus replikálódik, terjed, mutál, mi meg futunk a vakcina gyártással nyilván a vírus után. Hát ez nagyon vérfagyasztó, legalábbis így első slukra. Miféle megoldás van ezzel kapcsolatban? Most mondok ilyen abszurdakat, hogy vakcina gyártó nagyhatalom lesz Magyarország, és gyártósor mutánsokat állítunk elő, felkészülve az összes variációra. Én azért ennél optimistább vagyok, tehát úgy gondolom, hogy a tudomány mai állása szerint lehetséges egy úgynevezett universal vakcina, tehát olyan vakcina előállítása, amelyik minden mutánsra és a jövőbeli koronavírus vakcinákra is hatásos lehet. És a mechanizmusa ennek nem feltétlenül ugyanaz, mint a jelenlegi vakcinák. Tehát nem az, hogy például egy ilyen szaporodás készségétől megfosztott vakcina, illetve vírus darabkát juttatnak be, és akkor az ilyen általánosan... Én nem erre gondolok, én a következőre gondolok. A jelenlegi vakcinák azon a hatásmechanizmus alapján működnek, hogy antitestet állítanak elő a tüskefehérje ellen, hogy a vírus ne tudjon bemenni és megfertőzni a sejteket. Nem csak ez az immunválasz van. Van az úgynevezett T-sejtes immunválasz, amikor olyan immunsejteket termel a szervezet, amely azt a sejtet tudja megölni, amelyik már megfertőzött. Tehát gyilkosokat állít elő, és nem egy védelmi rendszer. Igen. És úgy gondolom, hogy ha ilyen T-sejtes immunválaszt ilyen T-sejtes immunválaszon alapuló vakcinát fogunk előállítani, akkor az lehet egy olyan vakcina, ami olyan részeit támadja, a sejteket támadja, és a sejteken belül úgy tudja megtámadni ezeket a fertőzött sejteket, amelyik minden vírusra alkalmas, tehát minden vírust meg tud ölni, nem csak egy ilyen antitestet gyártani a tüskefehérje ellen. Szerintem ez a jövő, ezek a T-sejtes vakcinák már kísérleti fázisban vannak a tumor sejtek megölésére. Ezt akartam kérdezni, hogy mintha hallottam volna harangozni így a rák gyógyászattal
kapcsolatban, igen, amikor a vírusokat bocsájtják rá a, igen, ráksejtekre. Igen. És ennek van igazi eredménye? Mert én csak ilyen kutatási... Kutatásért, tehát nincs még olyan, ilyen vakcina még nincs, ami el van fogadva akármelyik országban. De ugye, ha meggondoljuk, hogy a Moderna vakcinája se volt még elfogadva, meg a BioNTech vakcinája és az RNS alapú vakcinák sem voltak, a vírus alapú vakcinák sem voltak elfogadva. Itt van egy lehetőség, amit ki kellene használni. Jó, hát az rajtunk áldozatokon nem múlik, mert mi biztos tisztelőből drukkolunk, hogy itt egy lehetőség, hajrá tudósok, hajrá gyártók, hajrá államközi megállapodások, tehát hogy az emberek a saját életük védelmében azt hiszem, hogy minden megoldás iránt érdeklődnek. Ugyanakkor viszont nem tudom, hogy vette észre a saját környezetében, hogy Magyarországon még mindig egyrészt nagy az elutasítottsága az oltásnak. Javul, gyakorlatilag hétről hétre javul, de nagyon erősen összefügg még a politikai nézetekkel is, de az iskolázottsággal és az életkorral feltétlenül. Minél öregebb valaki, annál inkább startolna rá az oltásra. Amilyen szisztéma szerint oltanak Magyarországon, azt én nem nagyon tudom átlátni, hogy miért van. Mert például az ön számára megvan annak a logikája, hogy miért van az, hogy most a 60 év alattiakat oltották, és azokat, akiknek van betegségük. Tehát ilyen, hogy hívják ezt a krónikus betegségűek. Miért nem például a nagyon öregek után miért nem kezdték el a kicsit kevésbé öreg, ám de nagyon betegeket? Tehát az embernek volna egy saját vélelme, egy saját logikája, hogy az elesetteket hogyan lehet megoldáshoz juttatni, de nem ez a megoldás. Van egy logikája annak, ami a megoldás? Mert ha van, akkor én visszavonulok. Én nem tudom, hogy milyen logika alapján. Biztos ennek van valamilyen logikája, mert minden országban más a oltási rend. Mert az egészségügyieket értjük, tehát a közszolgáltatás nyújtóknak a megvédését teljesen meg lehet érteni. Én még az olimpikonokat is, vagy az olimpiára készülődőket is azt mondom, hogy nyugodtan rakják bele ebbe a csomagba, mert nem hiszem, hogy szignifikánsan. Sőt, az élelmiszerüzletekben például, aki dolgozik, az meg milyen, a patikában, meg a patikában, az milyen kitettség. De szóval minden országnak van valamilyen szisztémája, és hát most, hogy specifikusan milyen szisztémával valaki volt olyan helyzetben, hogy nincs elég vakcina, ezt mondjuk én nem szeretném megkritizálni, mert biztos, hogy valamilyen ötlet alapján a legjobbat akarják azok, akik kitaláltak A-szisztémát vagy B-szisztémát. Tehát az lenne a legjobb, ugye, hogyha lenne elég vakcina, és hát nem kéne így szaladni a vírus után. Mert lehet, hogy mire 2022-ben lenne elég vakcina, addigra már nem lesz itt az a vírus, ami ellen megcsináltuk a vakcinát. Vagy szóval... mi nem leszünk itt, ez is egy lehetőség. Igen, reméljük, de hát megint azt tudom mondani, hogy jönnek ezek a mutáns vírusok, szóval senki ne gondolja azt, hogy nyára már halleluja lesz, és nem kell maszkot hordanunk. Julianna, soha nem lesz halleluja? De, mostantól kezdve berendezkedünk arra, hogy talpig ízével. Mert mondjuk így nekem tévézni sokkal jobb, mert nem látszik, amit el akarok takarni. De igazából ez mégse állapot az, hogy nem mehetek vendégülbe. Én optimista vagyok, sokkal optimistább vagyok, mint ahogy lenni kéne. Tehát úgy gondolom, megint elmondom, hogyha először is ne felejtsük el a gyógyszereket. Tehát gyógyszerek fejlesztés alatt vannak, ki fognak jönni gyógyszerek. Amelyek megakadályozzák azt, hogy meghalljunk? Így van. Amelyik megakadályozzák, hogy meghalljunk. Azért, mikor én elkezdtem ezzel a virológiával, immunológiával foglalkozni a 90-es években, akkor ugyanilyen nagy probléma volt az AIDS. És az is megoldódott egy gyógyszerkombinációval. Nem gyorsan, nagyon sok embert elvesztettünk, de a gyógyszerkombinációval ez a vírus probléma gyakorlatilag megoldódott.
És ez az AIDS-vírus, ami ellen vannak jó gyógyszerek, sokkal gyorsabban mutál, mint a koronavírus. Tehát én optimista vagyok a gyógyszerekkel kapcsolatban is, mert ez a vírus nem integrálódik a sejtbe, mint az AIDS-vírus, tehát ez gyakorlatilag egy hetes, két hetes kúrával, kombinációs gyógyszeres kúrával elképzelhető, hogy ki tudjuk írtani. Tehát ne felejtsük el, nem csak a vakcina a megoldás, ugye én nagyon szeretem a vakcinát, de nem csak ez a megoldás, vannak a gyógyszerek, és van a vakcina. Tehát, hogyha a problémát nézzük, akkor ugye nem csak egyfajta megoldás van. Ezen kívül még azért a diagnosztikát is hozzátenném, mert hogyha ki tudjuk választani azokat az embereket, akik betegek lesznek, ugye, aki 80%-a az embereknek, simán átessik a koronavírus fertőzés, egy kicsit köhög, és utána kész. Hát az minden, nem attól igen. Félünk, hogy kicsit köhögni fogunk egy hetet, és utána mehetünk a dolgunkra. Ettől senki nem fél. Attól azt nem tudjuk ma, hogy én benne vagyok abban a 20%-ban, aki nagyon beteg lesz, vagy nem. Igen. És ha tudom, valószínű, ha van olyan diagnosztikai eszköz, például egy genetikai diagnosztika, amely meg tudja mondani, hogy én benne vagyok abban a 20%-ban, aki beteg lesz, akkor az is egy megoldást jelent, mert akkor azt a 20%-ot kell beoltani. Tehát először is tudjuk, hogy az idősek meg a betegek minden betegséget könnyebben megkapnak, tehát ez az a vírusfertőzésre is igaz. Utána van az a korosztály, ami a 0-tól 60-ig körülbelül, akiknél nem tudjuk, hogy ki lesz beteg. Na hát ott, ha ki tudjuk genetikai vizsgálatok alapján például választani, hogy ki lesz a beteg, ki nem, akkor már megint egy új reménysugár van, hogy azokat vakcináljuk, akik betegek lesznek, nem azok, akik egészségesek. Tehát logikusabban lehet bánni bajjal magával, igen. Sorrendet lehet csinálni, és ettől többen maradhatnak életben. De való igaz, hogy nagyon keveset beszéltünk arról, hogy mivel lehet kezelni, ha már megkapták. Én nagyon próbálkoztam, van magyar kutatás, amiről beszéltünk, amely egyébként egy meglévő gyógyszernek a tüdőfibrózisa ellenható, nem tudom, azt hiszem valamilyen pszichiátriai gyógyszer volt eredetileg, és közben jó a fibrózis ellen, mellékesen kiderült, és ezeknek a kutatásával foglalkoznak, de ahhoz, hogy megkapják erre a módosult felhasználásra az engedélyeket, a minden gyorsítás mellett még mindig nem kapták meg, tehát hogy ezek nem olyan nagyon egyszerűen menő dolgok, valószínűleg valami a gyógyszeripart illeti. Hát semmi nem egyszerű, szóval, hogy mondjam, sem a vakcinafejlesztés, sem a gyógyszerfejlesztés, semmi nem egyszerű. Ha egyszerű lenne, akkor már lenne valami a ez ellen, de azért megjegyezném, hogy úgynevezett monoklonális antitestek már léteznek, és bevetik ezeket a koronavírus ellen. Igen, drágák, de azért ezek megfogják a vírust, vagy a vírusoknak egy részét, megint ki tudja, hogy a mutáns vírust is meg tudják fogni, vagy nem. És hát gyakorlatilag szerintem az volt itt a probléma az eredeti klinikai vizsgálatokban, hogy a gyógyszereket egyesével próbálták ki, és amit tudunk virológiából, általában kombinációs gyógyszer kezelések vezetnek eredményre ilyen vírusok ellen. Tehát azt gondolom, hogyha bizonyos kombinációba fogják ezeket a kísérleti fázisban lévő gyógyszereket beadni, akkor reménykedhetünk abban, hogy megfogják a vírust. Hát erre való a számítástechnika, nem? Tehát, hogy ezeket ezt modellezni nem, ezt nem lehet? Nem nagyon, elég gyengén lehet modellezni, mindent lehet már modellezni, elég gyengén lehet modellezni, laboratóriumi vizsgálatok és klinikai vizsgálatok szükséges. És akkor onnantól kezdve már jönnek a hónapok, évek és nem tudom, micsodák. Igen. Fázis 1, 2, 3, és ha valakinek nincs meg a fázis 3, akkor onnantól gyanakodva szemléli az Európai Gyógyszerügynökség. Annyi időnk van még, 10 percünk, mert nagyon kíváncsi voltam, amikor megpróbáltam önt levadászni,
akkor nagyon érdekes adatokat találtam a Wikipédián, nevezetesen, hogy önhöz fűződik egy bizonyos AIDS tapasz, és ahogy itt elkezdett az AIDS-ről beszélni, akkor rögtön gondoltam, hogy lágyan áthajlunk abba, hogy tulajdonképpen mi köze van az AIDS tapaszhoz, amit feltalált valakivel együtt, hogyha jól olvastam. Ezzel mi van? Ezzel mit tud ez az AIDS tapasz, és hogy csinálják-e még, és meggazdagodott-e belőle? Tehát minden bulvár is, meg tudományos is, minden érdekel ezzel kapcsolatban. Én eredetileg genetikus és molekuláris biológus vagyok. A göttingeni Max Planck Intézetben kaptam ezt a titulusomat, ott tanultam, ott doktoráltam, és utána kikerültem az Egyesült Államok legnagyobb kutatóintézetébe, úgy hívják, hogy National Institutes of Health, ott is a National Cancer Institute-ba, ahol a Robert Gallo laborjába én vezettem az antivirális kutatásokat. Ez a 90-es évek... Ez komoly kellett... dolognak hangzik így, a kívülálló fülének. Igen. Mit keres itthon? Vagy magán repülőgépen leszállt? Mindjárt eljutok oda is. Tehát ide? A 90-es évek elején én mondtam a Gallónak, hogy én szeretnék génterápiával foglalkozni, és megmutattam neki az eredményeimet, ami addig volt. Akkor még persze ez a szó, hogy génterápia nem létezett. És a Gallo mondta nekem, hogy hát... inkább olyannal foglalkozzak, amit az ő életében még lesz belőle valami. És hát én meg ott nagyon nagy labor volt, körülbelül 100 ember, hát én meg szépen azért foglalkoztam ott a génterápiával, nem azzal foglalkoztam, amit ő mondott, hogy én csináljak. És akkor nagyon nagy, ott az NIH-be, ugye Washingtonba, akkor kezdték a genetikai betegségekre a génterápiát, tehát a French Anderson, mindenkivel ugye ott össze lehetett fogni, én voltam az egyetlen egy virológus, szóval nagyon jól mentek ott a dolgok, és ezért, mikor az első embert kezelték génterápiával, az a 90-es évek januárja, 1990 január körül lehetett, akkor az egész világ ugye megmozdult, hogy fú, hát génnel lehet kezelni, és akkor engem azonnal kineveztek a antivirális osztály vezetőjévé, tehát azonnal avanzsáltam, mert senki nem foglalkozott ilyen dologgal. És hát nagyon érdekes volt, akkor ugye én voltam a legfiatalabb, és csak idősebb munkatársakkal dolgoztam, de nagyon jól mentek ezek a dolgok, és utána a génterápiából akkor kezdődtek ezek az adenovírus vektor, vírusvektoros dolgok, szintén ebbe a NIH-be, ahol én voltam. Tehát nagyon sok köze volt a virológiához a génterápiának. És ugye hát innen indultam, és hát ez az AIDS tapasz, ez onnan jön tulajdonképpen az ötlet, hogy próbáltuk, ugye na, óriási probléma volt az AIDS, ugye akkor még nem voltak jó gyógyszerek, hát próbáltunk génterápiát is csinálni az AIDS ellen, meg gyógyszereket is, meg immunterápiát. Mm-hmm. És az immunterápiát először vakcina hiányában úgy próbáltuk csinálni, hogy megállítottuk a gyógyszeres kezelést, 6 hétig állt, nem szedte az ember, és utána vissza, megint szedte 6 hétig. 6 hétig nem szedte, megint. És így le tudtuk írni az első embert, aki a világon meggyógyult, gyakorlatilag azért, mert olyan T-sejtes immunválasz keletkezett, ami megölte a vírussal fertőzött sejtjeit. Ilyen dinamikától? Ilyen dinamikától. Hol adni, hol nem adni, igen. És ettől termelni kezdte a saját a sejteket? Saját, igen, a saját ölősejtjeit. És hát ez óriási felfedezés volt. Ezt a New England Journal of Medicine-be közöltük le, ami a világ legnagyobb impactfaktorú tudományos újságja. És onnan jött az ötlet, hogy akkor hogy tudunk olyan vakcinát csinálni, ami ilyen T-sejtes immunválaszt csinál, tehát ölősejteket csinál,
És hát itt jött az AIDS tapaszt, tehát gyakorlatilag az elmúlt 25 évben én olyan vakcináknak a tervezésén és klinikai vizsgálatán dolgozom, amelyek nem ezt az antitestes immunválaszt csinálják, a hagyományos antitestet, hanem az újfajta immunválaszt, ami újfajta, hát ez persze nem bennünk, az megvan eddig is, de olyan immunválaszt próbálunk csinálni, amit a már megfertőzött sejteket meg tudjuk ölni. És ez úgy néz ki, hogy hatásos lehet a rák ellen és fertőző betegségek ellen, tehát minden olyan betegség ellen, amikor egy sejt beteg lesz, és azt szeretnénk kiirtani a szervezetünkből. És ez ugyanezt csinálja az immunválasz, ez nem valami hókusz-pókusz, tehát az immunválasznak van egy olyan része, amely azzal foglalkozik, hogyha betegek leszünk, mindegyikünkben van rákos sejt, azt a T-sejt, ezek az immunsejtek, ölősejtek megölik. Tehát akkor van probléma, ha több a rákos sejt, mint az ölősejtünk, akkor kell ezt erősíteni, ezt az ölősejt mennyiségét, és akkor meg tudja ölni a rákos sejteket, vagy a vírussal fertőzött sejteket. Tehát az AIDS tapasznak az ötlete innen jön, és hát azért tapasz, tulajdonképpen ez a hatása, de azért tapaszt, mert egy tapasszal vittük be, ez egy bevívő, ez egy olyan, mint egy vírusvektor, vagy egy nanorészecske, amit az RNS-hez tartalmaznak, én tapasszal vittük be, és abba volt egy nanorészecske, ami egy DNS tartalmazott, és abba a DNS-be kódoltuk azokat a szekvenciákat, amelyek ezt az immunválaszt tudják csinálni. Mi történt az AIDS tapasszal? Azt a céget úgy hívták, hogy Genetic Immunity. Hát én ilyen entrepreneur vagyok, és pár céget csináltam az Egyesült Államokba. Az a cég el lett adva, de sajnos ebből sem az AIDS tapaszból, sem más ilyen terápiás vakcinából nem lett semmi, és a következő okok miatt. Mikor ezt mi megcsináltuk, ez olyan 2010 körül ki is jöttek elég jó adatok ilyen fázis 1-es, 2-es klinikai vizsgálatokba. Itt Magyarországon is vizsgáltunk egyébként a Slavik doktorral együtt. És akkor viszont olyan sok gyógyszer volt már az AIDS vírusra, hát akkor talán 35 gyógyszer, hogy gyakorlatilag nem tudtuk, hogy mondjam, nem tudtunk találni egy olyan nagy céget, hát egy gyógyszergyárat, mert hát ugye a harmadik fázist azt ilyen kis cégek nem tudnak csinálni, csak fázis kettőig tudják elvinni. Akkor nem tudtunk találni egy olyan nagy gyógyszergyárat, aki érdeklődött volna ilyen vakciná. Nem látták az üzletet benne eléggé, mert túl sok volt a választék az egyéb. A gyógyszer, hát óriási pénzeket jelentettek. És hát nem volt olyan hozzáadott értéke ennek a tapasznak, amivel versenyképes lett volna a tablettákhoz, vagy a egyéb gyógyszerekhez képest, vagy infúziókhoz képest? Nagyon érdekes kérdés, mert ugye az elmúlt 10 évben nem láttam semmilyen mozgást ezen a téren, tehát én azt gondoltam, hogy senki nem is érdeklődik, de a Gilead, a Kaliforniában van a legnagyobb AIDS gyógyszergyártó cég, nagyon-nagyon gazdag cég, az éppen most vett egy hasonló, egy olyan vakcinát valakitől, egy amerikai kis biotech cégtől, ami hasonlóan működik, mint amit mi kitaláltunk. Szóval lehet, hogy az volt a baj, hogy 10 évvel korábban találtuk ki azt, aminek most kellett volna beérni. De hát ez ilyen az élet, más kell csinálni. De miért jött haza? Mert sajnos alig van már időnk, de nem értem, hogyha Göttingenben kezdte, az Egyesült Államokban folytatta, Göttingenben doktorált, a karrierje ott indult be, és valami nagyon jó történetet is olvastam, hogy hogyan sikerült ott dolgoznia. Igen, szóval én szeretem. Ezt a bridge-es sztorit?
Én nekem ez a hazám, szeretek itthon lenni. Nehogy azt így, hogy kezdeném elüldözni, csak nem, hogy milyen motivum alapján én jött itt, haza. Én ennek az országnak köszönhetek mindent. Tehát én itt válogatott kosaras voltam, én szerettem a hazámat képviselni, és szeretném mai napig is. Én arra gondolok, hogy itt szeretnék meghalni, és itt szeretnék, azért még nem szeretnék hát meghalni. Igen, nem szeretnék meghalni, de úgy gondolom, hogy van olyan tudásom, amiben ebbe az országba előre tudunk lépni. És ha nem megy, akkor vissza is mehetnék, vagy most már talán nem is annyira fontos, hogy az ember kihol ül, mert ugye minden már a interneten van. Tehát gyakorlatilag... És kinek dolgozik most hivatalosan? Én nem vagyok alkalmazott. Tehát nekem nem vagyok alkalmazott, de megmondom őszintén, hogy a Microsofttal dolgozom, és a Microsofttal dolgozunk pontosan egy olyan mesterséges intelligencián alapuló vakcinafejlesztés és diagnosztika fejlesztésen, ami a koronavírusra, meg más betegségekre is jó lesz. Tehát gyakorlatilag, amit mondtam, hogy levesszük az embereknek a nyál mintáját, abból meghatározunk azokat a géneket, amelyek az immunválaszt befolyásolják. Az alapján megmondjuk, úgy gondolom, hogy meg tudjuk mondani, hogy kinek milyen immunválasza lesz, most meg tudjuk mondani, hogy a koronavírus ellen. Erős lesz az immunválasza, normális vagy gyenge, és azt is meg tudjuk mondani, hogy minden egyes embernek milyen része a vírusnak okoz, csinál immunválaszt. És ez alapján tudunk olyan, én azt gondolom a jövőben fogunk tudni olyan vakcinát csinálni, ami személyre szabott, és ezeket a T-sejteket, tehát az ölősejteket szaporítja fel, úgyhogy ha valaki megfertőzik, akkor megöljük a fertőzött sejteket. És azért meséltem erről a Universal vakcináról. Az általános vakcina. Ami minden vírusra jó, mert ezeknek a koronavírusoknak nem csak felületi fehérjéjük van, hanem olyan génjük, amit úgy hívnak, hogy replikéz, ami minden koronavírusban benne van, és minden koronavírusnak szüksége van erre. Ez bent van ettől tud a vírus szaporodni. Uh-huh. És mi azokat az úgynevezett, azokat a részeket támadnánk meg ezekkel a ölősejtekkel, ami minden vírusban benne van. Tehát én azért gondolom, hogy biztos, hogy nem csak mi dolgozunk ezen, hanem mások is, de azért gondolom, hogy lehetséges egy ilyen jövőbeli vakcina, mert látom, hogy vannak olyan részei a vírusnak, amit bele lehet tenni a vakcinába, és az mindenkinek, és minden vírusra jó lehet. Nekem már csak egy kérdésem van, mit nyalhatok meg, hogy adjak egy genetikai mintát, hogy kiderüljön, hogy nekem mit kell szednem, vagy mit kell, hogy mondja, mire kell figyáznom. Tartunk pár itt, nem tartunk még itt, ugye? De ez nagyon, egyébként ez a nyálmintából ezeket a géneket a transplantációnál rutinszerűen vizsgálják. Mm-hmm. Tehát ha valaki egy donor, mit tudom én, szervdonor, igen. Annak valószínűleg... Vesémet akarom a gyereknek adni, Isten őriz, de mondjuk. Nem, Isten őriz, de ha egy szervdonor, azoknak megvan ez a genetikai adata. Tehát ezek az adatok, csak ez a nyálmintából leszekvenált gének, úgy hívják, hogy HLA gének, 1-2, ezek alapján ezt meg lehet... Magyarországon is biztos csináltatni, de akármelyik országban a világon, mert mindenhol van transplantáció, és ezt kell megnyalni, tehát oda kell elküldeni a nyálmintát, és ezekkel a génekkel születünk, és halunk meg, tehát ez nem változik. Tehát... és a maradékot felhasználhatjuk a MyHeritage programba, hogy megnézzük. Ez az apasági teszt is egyébként, ezeket a géneket határozzák meg az apasági teszthez is, tehát az anyán
magának erre általában nincs szüksége, de azért meg lehet csináltatni, és ez alapján... De itt most nagy divat volt, nem csak itt a világon ez az őskutatás, nem? Tehát, hogy kiszámítják, hogy volt-e szép észak-ír, nem tudom én kicsoda az én felmenőim között, és ahhoz csak egy kis... nyálat kell küldeni valami. Tehát lehet, hogy azt is, most azt nem tudom, hogy mi az, azt is lehet, hogy ezek a gének alapján, mert ugye ezek elég ez 14, darab, 14 darab gén van, és ugye anyától, apától öröklődnek, tehát lehet, hogy ez alapján nézik, ezt az őskutatást, ezt nem tudom, de tudom, hogy az apasági vizsgálatot pont igen. Na most ezek egyik se érdekel engem, már szigorúan csak az érdekel, hogy tudjam, hogy mit kezdjek magammal akkor, hogyha, vagy mit kezdjenek velem az orvosok akkor, hogyha még hát az az igazság, hogy ezről, amiről most én beszéltem, ez most fejlesztési fázisban van. Sajnos ezzel még egy kicsit akkor kell. Igen. Akkor nem marad más hátra, mint oltatni magamat, akármire is jó. Igen. Mármint, hogy... Hát reménykedjünk, hogy a dél-afrikaira jó, vagy nem jó, meg a brazilra jó, vagy nem jó. Hát igen. Borzasztó ez az egész. Úgyhogy nem tudom, mitől legyünk optimisták? Hogy egy lépéssel a tudomány... Csak egy lépéssel van mitől legyünk optimisták? Én inkább azt szeretném, hogy ne legyünk túl optimisták, és ne dobjuk el a maszkot. Szóval sajnos bárcsak mást mondhatnék, de minél jobban terjed ez a vírus, annál jobban tud mutálódni. Tehát mikor itt tavaly mondtam, ugyanígy február környékén, hogy ez csak a bemelegítés az első hullám, és sajnos az is volt, mert most már több hullámot élünk meg, és hát egyre több emberbe terjed ez a vírus, és ugye a probléma az, hogy nem csak emberbe. Tehát, a házi állatom, tehát a kutyáim is igen, problémások? A kutyákba és a macskákba is terjed, a denevérekbe és a nercek, hát a Dánia leölt 50 igen, millió nercet, mert ugye a nercek visszafertőzték a dolgozókat ezzel a vírussal. Tehát sajnos ez a vírus még rosszabb, mint az AIDS vírus. Ugye lassabban mutálódik, de jobban terjed. Tehát ilyen szempontból mondjuk kiegyenlítik egymást, és nem csak az emberbe terjed, ugye, hanem az emberből az állatra is átmegy és visszajöhet. Oké, hát nagyon sokat tanultunk ma, nagyon örülök, hogy hazajött, és akkor... próbálja megakadályozni majd, hogy belehaljunk ebbe a dologba. Én igyekszem. Hajrá, Microsoft, és önök pedig a tanulságot vonják le, ami azt illeti, hogy mindenki húzza a maszkot, a kesztyűt, a kézmosást, a nem tudom, micsodát. Jobb ötlet nincs, és menjenek el oltásra, hogyha sorra kerülnek. Igen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm majd máskor szépen. Is jöjjön. Köszönöm szépen, jövök. Viszontlátásra. Viszontlátásra.